zongora művészéről, Sziatoszláv Richterről. A megközelíthetetlenségéről híres Richter ebben a filmben beszélt először önmagáról, a világhoz fűződő viszonyáról. Bruno Mönszenzsannak, a film rendezőjének hihetetlenül nehéz dolga volt, hiszen Richter gyűlölte a nyilvánosságot és különösen a filmezést. 2 éves előkészület után sikerült a mester közelébe férkőznie, beszélgetéseiket hangszalagra rögzítenie. A filmezés ötletét ekkor még meg sem merte említeni. Richter életének utolsó hónapjait Antibban töltötte a rendező édesapjának házában. Ide csempésztek be szinte titokban egy kamerát. E felvételek az idős művész páratlan önvallomásai. Rezzenéstelen arca bölcsességéről és humoráról tanúskodik. Mivel forgatókönyv készítéséről szó sem lehetett, a megakadó beszélgetést Mönszenzsan úgy irányította, hogy időről időre a mesterrel részleteket olvastatott föl naplójából. Hosszú, nehéz munka után végül összeállt a szöveg a magnó és videó felvételekből. A több órányi anyag meghallgatása után Richter csak ennyit mondott. Igen, ez én vagyok. Várom magát augusztus 2-án Moszkvában. A házamban sok olyan felvétel van, amelyeket használhat. Ez a nap azonban sohasem jött el, mert 1997. augusztus 1-én Sziatoszláv Richter meghalt.